2012 óta folyamatosan szigorodnak a cégjogi szabályok a cégbíróságra bejelentett vállalkozások esetében. Ez az egyik oka annak, hogy 5 éve folyamatosan növekszik az egyéni vállalkozások száma. Tavaly közel 70 ezer új vállalkozást jegyeztek be Magyarországon, 20%-kal többet, mint 2016-ban. A cégforma népszerűségének másik oka a KATA bevezetése. A kisadózó vállalkozások tételes adója ideális adózási forma az egyéni vállalkozások számára, ezért dönt sok magánszemély e cégforma mellett. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében 9000 vállalkozás választja a katás adónemet 2018-ban, ebből 8500 az egyéni vállalkozóknak a száma. Ez azt jelenti, hogy 2018. január 1-től már egy megemelkedett árbevétellel is beléphetnek a katás vállalkozások körébe. Korábbi 6 millió forintról 12 millió forintra emelkedett ez az árbevétel. De természetesen azok a vállalkozások sem kerülnek ki ebből a katás adónemből, akik esetlegesen túllépik a 12 millió forintos értékhatárt, hiszen az e fölötti rész után, hogyha megfizetik a 40%-os különadót, akkor ők is választhatják ezt az adónemet. A jelenlegi több mint 450 ezer egyéni vállalkozás már megközelíti a cégek számát, a tendenciát nézve pedig 1-2 éven belül akár meg is haladhatja azt. Ez azonban veszélyforrás is lehet. Az egyéni vállalkozásoknál alacsony az átláthatóság és a tőkeellátottsági szint. Ekkora volumennél az esetleges adóoptimalizálási hatások rossz esetben bizonytalanságot is vihetnek a gazdaságba. Ha egyedül dolgozik, vagy esetleg egy-két emberrel, akkor lényegesen olcsóbban tud előállítani, termelni, bedolgozni, szolgáltatni, sok minden számításba jöhet, mint egy cég, akár egy kisebb vállalkozás, aki mondjuk pár fővel, vagy 10-20 fővel dolgozik. Ezért ezek az egyéni vállalkozók nagyon sokszor és sok területen konkurenciát is jelenteznek azoknak a cégeknek, akik dolgoznak egyes szakterületen, mivel olcsóbban tudnak dolgozni. Az egyéni vállalkozók ágazatonként is eltérő népszerűséget mutatnak. Számuk a műszaki iparágban kiemelkedően magas, de sok kereskedelemben, építőiparban, oktatásban, mezőgazdaságban vagy pénzügyi területen dolgozó is választotta ezt a cégformát.